Ez a Kölcsei Televízió havonta jelentkező állatbarát műsora. Köszöntöm Önöket! Előbb képes ajánló, aztán kezdődik az állati. 44 éves lett Sarita, a Nyíregyházi Állatpark legidősebb borneói orángutánja. Az állatiban megmutatjuk gondozóik milyen meglepetésekkel készültek a világ legnagyobb fán élő emlősének. Az állatparkban papagáj bemutatóra hívom Önöket, és mi a teendőnk, ha kis cica érkezik a családba, magazinunkban ötleteket adunk macskatartáshoz. 44 éves lett Sarita, a Nyíregyházi Állatpark legidősebb orángutánja. Az ünnepelt láthatóan nagyon örült a tiszteletére rendezett születésnapi bulinak, főképp tortájának, ami kedvenceiből, zöldségekből és gyümölcsökből készült. A világ legnagyobb fán élő emlőse az országban csak Sóstófürdőn látható. 8 borneói orángután él a Nyíregyházi Állatparkban. Az orángutánok az emberfélék egyedüli ázsiai képviselői. Két fajuk él, a borneó és a szumátrai orángután, nevüket élőhelyük alapján kapták. Aki ellátogat a Nyíregyházi Állatparkba, könnyedén meg tudja különböztetni ezeket a vörös nagy óriás főemlősöket a többi emberszerűtől, hiszen vörös bundájuk és hatalmas testük elárulja mi voltukat. A Nyíregyházi Állatpark már 2000-ben csatlakozott ennek a fajnak a tartásához, hiszen sajnos az orángutánok veszélyben vannak. Élőhelyük kirtása, az orvadászat és az állatkereskedelem is tizedeli állományukat. Egykor az 70-es években még például több százezer egyed él belőle a szabad természetbe, most már azonban a Természetvédelmi Világszövetség a kritikusan veszélyeztetett állatok közé sorolta őket. Az orángután a legnagyobb fán élő emlős állat, és az ivari dimorfizmus igazán erőteljes, hiszen míg a nőstény 50 kg maximum, addig a hím akár a 90-100 kg testmagát is elérheti, ráadásul a hímek ivari érett korban pofalemezt növesztenek. A Nyíregyházi Állatpark több kifutóban is tart orángutánokat, a legkedveltebb csapat a Zöld Piramisban található. Itt Maja és Szabatini él egy kifutóban, itt két nőstény, illetve egy másik területen egy család található, Guruval, Saritával és a 4 éves kis Rutival. Mert 80%-ban zöldség és gyümölcsfélivel táplálkoznak, de ezt kiegészítik tojással és kisebb gerincesek fogyasztásával is. Az életmódjukra az a jellemző, hogy a természetben a hímek egyedül magányosan, szinte remeteként élnek, míg a nőstények akár kisebb közösségben is előfordulhatnak utódaikkal. A nőstények az első kölyköket általában 14-15 éves korukban hozzák a világra. Az orángutánok a leglassabban szaporodó emlős állatok, hiszen a kicsi akár 7 éves koráig is az anyaállattal tartózkodhat. Éppen ezért élete során egy nőstény mindösszesen 3-4-szer hoz világra egy-egy utódot. Ezért is volt hatalmas szenzáció, hogy az országban először itt a Nyíregyházi Állatparkban lásson napvilágot egy apróság 4 évvel ezelőtt. A kis Rutinak az ivarát eleinte nem tudtuk megállapítani, hiszen az anyja folyamatosan magához szorítva tartotta, de olyan 1-1,5 hónapos korában meg tudtuk lesni az ivarát, hogy egy kislányról van szó.
A kis orángután növekedése leginkább egy embercsemetéhez hasonlít. Hasonló időpontban kezdett el mászni, kúszni és ismerkedni a külvilága, mint egy embergyermek. Most Ruti már 4 éves, igazi játszik könnyedséggel, akrobatikus mutatványokkal szórakoztatja vendégeinket, és jól megfigyelhető, hogyan is mozognak az állatok, hiszen hatalmas mellső végtagjai vannak, és sokkal rövidebb hátsó végtagok, éppen ezért főleg a mellső végtag segítségével himbálózva közlekednek az indák és a fák ágai között. Az orángutánok genetikai állománya 97%-ban hasonlít hozzánk, ezért nem meglepő, hogy őshazájában, Ázsiában erdei embert jelent az orángután szó, hiszen nem csak külsőre, de belső tulajdonságban is rengeteg mindenben hasonlít az emberekre. A Nyíregyházi Állatpark 8 fős csapatában minden egyes tag nagyon jól érzi magát nálunk, viszont nagyon figyelnünk kell az időjárásra, hiszen arra nagyon érzékenyek. Így ha 15 fok alatti a hőmérséklet, akkor mindenképpen már a belső kifutóban láthatják őket vendégeink. Mi, mikor ragyogóan süt a nap, akkor előszeretettel tartózkodnak a külső kifutórendszerekben is. Az orángutánok hatalmas kedvenceink, éppen ezért minden egyes alkalmat megragadunk arra, hogy kedveskedjünk a számukra valamivel. A 8 fős csapat legidősebb tagja idén 44 esztendős lett, éppen ezért egy gyönyörű gyümölcstortával kedveskedtünk a számára. A torta mellett papírdobozokba ajándékokat is rejtegettünk, amelyeknek nem csak az ünnepelt örült, hanem a csapat minden egyes tagja, és órákon keresztül bontogatták azokat, mint a gyerekek. Újabb szereplőkkel gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark papagáj bemutatója. A már megszokott zöld szárnyú és kékhátú arák mellett most már harlekin arákat és egy mexikói katonaarát is láthat a közönség. A 3 éve a parkban kikelt fiatal madarak gyorsan tanulnak, napról napra egyre több trükköt tudnak bemutatni. A Nyíregyházi Állatpark papagáj bemutatójában 10 madarunkkal ismerkedhetnek meg a látogatók. Ebből 5 madarunk már régebb óta erősíti a csapatot, ilyenek például Morgó és Papesz. Morgó egy zöld szárnyú arra, ő a 7. életévét töltötte, Papesz pedig egy kék sárga arra, ő a 8. életévét töltötte. Ők a rangidősek a bemutatós papagájaink között, azonban ez még így is nagyon fiatalnak számít, hiszen az arák akár 70-80 évig is elélhetnek. Ezen az 5 idősebb madarunkon kívül van 5 fiatalabb madarunk is, ők mindannyian a 3. életévüket töltötték idén nyáron. Az első évben az ismerkedéssel, a kapcsolatteremtéssel teltek a mindennapjaink, azonban a következő évtől kezdve már kihordtuk őket, hogy szokják a bemutatóteret, szokják az embereket, és idén nyáron pedig már rengeteg új feladatot tudtunk mutatni a látogatóknak. Ilyen fiatal madarak például a Harlekin testvérpár, ők 2 Harlekin arra, Harley és Davidson, azért neveztük el őket így, mert nagyon szép narancsárga színük van. Továbbá a fiatalok csapatát erősíti még például egy mexikói katonára is, Katona Katalin, aki bámulatosan ügyes mászó tehetségét szokta megmutatni, megmutatja a fajra jellemző sajátosságokat, mint például, hogy nagyon erős a csőrük vagy a lábuk, éppen ezért rengeteg olyan feladatot tudunk velük bemutatni, amilyen a természetben is előfordul, hogyan mozognak a fák ágai között, illetve egy-egy kötélen hogyan tud felmászni. Az arák mellett kakaduk is szerepelnek a bemutatókban, náluk a fő szenzáció az, hogy bevonjuk a látogatókat, és akár 5 karikán át is oda-vissza tudnak repülni. A papagáj bemutató csak jó időben tekinthető meg kint, azonban ez nem azt jelenti, hogy rossz idő esetén nem tréningezünk a madarakkal, ugyanúgy tréningezünk velünk, csak zárt helyiségben.
A téli időszakban készülünk fel az új szezonra, ilyenkor tanítjuk nekik az új feladatokat, a játékos feladatok mellett állatorvosi feladatokat is ilyenkor tanítunk madarainknak, a karomvágás, a szárnyvágás, különböző csőrvizsgálatok, ezek mind-mind fontos szerepet kapnak a téli időszakban. Papagájaink a kizárólag pozitív megerősítéssel dolgozunk, ez azt jelenti, hogy minden jól elvégzett gyakorlatért finomsággal jutalmazzuk őket, dióval, napraforgó maggal, magyaróval, vagy olykor elég egy-egy simogatás is. Egy-egy bemutatóra körülbelül 4 papagájunkat hozzuk le, ezek közül általában 2 olyan madarat hozunk le, akik asztalon hajtanak végre gyakorlatokat, és 2 olyan madarat, akik pedig a levegőben kápráztatják el a látogatókat. Minden madarunknak megvan az erőssége, vannak, akik nagyon szeretik az apportos feladatokat, karikákat helyeznek kis rudacskára, kosárlabdáznak, illetve a levegőben dolgozó madarak karikákon keresztül tudnak repülni, illetve be szoktuk vonni a látogatókat is egy-egy gyakorlatba. Egy-egy feladat betanítása elég változó időtartamba is beletelhet. A papagájok egy nagyon kíváncsi és nagyon játékos állatok, éppen ezért tréning közben van olyan, hogy ők már maguktól előre gondolkodnak és felajánlanak dolgokat. Ilyenkor a feladat betanítása viszonylag nagyon egyszerűen kivitelezhető, hiszen az állat felajánlja azt, hogy ő mit szeretne csinálni, és hogyha tetszik, akkor adunk érte sok-sok jutalmat. Vannak olyan feladatok, amiket már sokkal nehezebb betanítani, például állatorvosi feladatnál, amikor hanyat fektetjük a madarat, és például a lábát bekenjük, az maga egy azért bonyolult feladat, mert a madarat egy természetellenes pozícióba fektetjük be, és ehhez nagyon nagy bizalom kell, hogy ő ezt megengedje. De attól a pillanattól kezdve, hogy egy kicsit már átfordult, onnantól kezdve már nagyon egyszerűen működik a dolog, és nagyon szépen be tudjuk kenni a lábukat, hogyha esetleg valamilyen sérülés található rajta. Sokan nem tudják, hogy az arák is a kakaduk probléma megoldó képessége is kiváló. Ez abban mutatkozik meg, hogyha például egy feladatban ejtenek egy kis hibát, akkor javítják magukat. Például egyik madarunknak van egy olyan feladata, hogy van egy kis rudacska, amire karikákat kell, hogy rápakoljon, és hogyha véletlenül mellé tenni a karikát, akkor ő rögtön oda megy és javítja. A papagájok nagyon különleges érzelmi világgal rendelkeznek, amellett, hogy féltékenyek is tudnak egymásra lenni, azért nagyon vágynak a törődésre, nagyon ragaszkodóak tudnak lenni. Ez például abban is megnyilvánul, hogy amikor mi bemegyünk hozzájuk, akkor alig várják, hogy megsimogassuk őket, vagy hogy kedvesen szóljunk hozzájuk. Mi a teendőnk, ha kismacska érkezik a családba? Annak érdekében, hogy közös életünk zökkenőmentes legyen, és cicánk hosszú, egészséges életet élhessen, érdemes megfogadni az állatorvos tanácsait. Kismacskákat választhatjuk egy tenyészetből is, illetve nagyon sokszor kerül kismacska úgy a családhoz, hogyha az utcán találják meg. Alapvetően 2 különböző állapot ez. A tenyészetből került macskák általában egy picit immunológiailag jobb állapotban vannak. Nagyon sokszor az anyamacskák oltottak, féreg hajtottak, tehát így a kölyök már a tejjel védőanyagokat szerezhet. Az utcán talált kismacskáknak ezek nincsenek meg, tehát nagyon javasoljuk azt, hogy amikor kismacska kerül a családhoz, érdemes az első napokban egy állatorvosi vizsgálatnak alávetni őt. Általában, amit a kölyök macskáknál vizsgálni szoktunk, az az általános
tápláltsági állapot, illetve a külső élősködőknek a megléte. A kölyök macskánknál nagyon gyakori a fűrühösség, gyakori a bolhásság, illetve a belső paraziták szempontjából a galand vagy fonálférgesség. Ezek azért nagyon fontosak, mert ezek közül a bolhásság, illetve a férgesség, a zoonózis is, tehát a családtagok arra is veszélyt jelent. Általában ezeket az élősködőket szoktuk írtani féreghajtó tablettával vagy krémmel, illetve cseppekkel, és amikor a kismacska jó állapotba kerül, tehát ezektől mentesül, utána kezdődhet majd az oltási sorozat. A macskáknál nem kötelezőek a védőoltások, de ajánlatosak. Macska betegségek ellen többfajta vírus ellen kombinált vakcinák léteznek, illetve azok a titák, akik kijárók lesznek, tehát találkozhatnak másik állatokkal, akik esetleg betegek vagy hordoznak vírusokat, akkor őket leukózis ellen, illetve veszettség ellen is oltani szoktunk. A bolhásságra azért szoktunk külön odafigyelni, mert nagyon sok ilyen spoton rácsöppentő készítmény kapható. Ott mindenképpen el kell mondani azt, hogy macskára szeretnénk rácsöppenteni, illetve kicsi fiatal macskára, akinek a testtömege is nagyon pici. Nagyon sok rácsöppentős készítményre írják, hogy csak kutyának alkalmazható, illetve 3 hónapos kor fölött, tehát ebből már rögtön a kismacskák kiszorulnak. Léteznek olyan fürdetők, illetve általában ezek a sprés fújós készítmények vagy porok, amikkel viszont az akár már 3-4 hetes kis cicákat is le lehet fújni. Ezeknek olyan hatásuk van, hogy azonnal egy ilyen bolha ölő hatásuk, viszont nem tartós. Tehát általában néhány 3-4 naponta meg kell ismételni ezt a kezelést, és amikor már majd elérnek egy olyan 2-3 hónapos kort, utána lehet rácseppenteni esetleg egy olyan készítményt, ami viszont már akár egy hónapig, 6 hétig tartó folyamatos védettséget nyújt, illetve távol is tartja a visszatérő bolhákat, gyilősködőket. A macskákat az anyuktól 5-6 hetes korban el lehet már választani. Vannak olyan kisebb cicák, akiknek még a növekedés miatt azt szoktuk javasolni, hogy 8 hetesen maradjon még, de őket is már 5 hetes kortól meg lehet próbálni rászokatni a darabos ételre, tehát hogy ne csak szopjon. És akkor, amikor új helyre kerül, akkor azért már a gazdiknak sokkal könnyebb, mert megismerte már a tányért, nem fog beleesni, benne tapickolni. Meg lehet próbálni macska tápszerekkel esetleg itatni is, nem csak tisztán vízzel vagy kamillatejával, illetve választható száraz vagy pedig nedves kölyök macska táp. A száraz tápot is meg lehet próbálni már a kicsiknek is szokatni, hogyha nem bírják elrágni, vagy pedig rágás nélkül csak úgy nyelik, akkor érdemes beáztatni egy kis vízbe vagy kamillatejába, hogy akkor puhább legyen, és szép lassan a folyadék mennyiséget csökkentve visszaszokatni a szárazra majd. A konzerves tápokkal általában nincsen semmi probléma, azt nagyon ügyesen szokták enni. Ételmaradékokkal nem nagyon javasolt etetni a cicákat, nehezebb is mondjuk, mint a kutyákat, tehát sokkal kevesebb dolgot fogadnak el, illetve a nyers hús etetését egyáltalán nem javasoljuk, még konyhakész állapotban sem, csak megfőzött húst lehet a cicákkal etetni. Hogyha kinti macska lesz, akkor is érdemes esetleg odakint macska almot elhelyezni, figyelve arra, hogy mondjuk kóbormacskák, ha lehet, akkor ne járjanak rá, tehát mondjuk egy pincébe, ahová be tud menni a kint élő cica. Hogyha pedig bent van, akkor is macska alom kellene, esetleg egy olyan bújóhely, ami az ő helye, de nagyon sokszor a kis cicák a testmeleget keresik, tehát nem kell meglepődni, hogyha a frissen mosott ruhán, a frissen vasalt ruhán, ami meleg még, azon nagyon szeretnek aludni, vagy pedig benne az ágyban esetleg, aki megengedi. A macskaalom használatát pedig nagyon könnyen megtanulják. Tehát ezt a fürdőszobában szoktuk általában elhelyezni, vagy a konyhának egy félre első részén, nem a tálkája mellett, tehát nem ott, ahol eszik, hanem attól térben jelentősen elválasztva. Hogyha sok cica él együtt, akár kint, akár bent, akkor érdemes több macskaalmot elhelyezni, mert általában ez egy stressz tényező, hogyha
koszos az alom, vagy már a másik belepisílt, ez zavarhatja. Ugyanúgy, ahogy több kis tálkát is lehet, hogy mindenkinek legyen, vagy legyen helyük odaférni, ugyanúgy macska alomból is 2-3-at el lehet helyezni a lakásban. A tejitatásával kapcsolatban vannak tévhitek. Mi általában azt szoktuk javasolni, hogy ne kapjanak a kölyök macskák, felnőttek sem, de a kölyök macskák sem, ne kapjanak tejet. A tejtől nagyon-nagyon sok állatnak, macskának is, kutyának is egyaránt a laktózérzékenység miatt hasmenése lesz. Vannak, akik isszák, és nincsen semmi probléma, viszont létezik olyan, akinek hasmenést csinál. Meg lehet próbálni esetleg a joghurtot, a kefirt, mert ezek már egy fermentált tejtermékek és nem okozzák a laktózérzékenység miatti hasmenést, de például, hogyha egy cicának szorulása van, akár fiatalon is már férgesség miatt, akár idősebb valamilyen betegség miatt, akkor szoktuk azt javasolni, hogy mondjuk tejfelt vagy tejszint, ami a zsírtartalma miatt egy picit meg tudja lazítani a székletét, de akkor sem a tejet, mert a tej az egy ilyen puffasztó, habos, gázokkal teli hasmenést csinál, ami haspuffadást, fájdalmat okoz, azt nem szoktuk javasolni. Előfordulhat, hogy felnőtt cicát fogadunk örökbe, valamilyen ok miatt, akár menhelyről, akár az utcáról, akár egy másik család megváltozott körülményei miatt kerül hozzánk egy idősebb macska. Az idős cicáknak vannak már megrögzött szokásaik, ezeket igyekszik az ember átvenni, és nem teljesen újakra megszokatni őt, bár van, aki nagyon ügyesen tud alkalmazkodni az új körülményekhez is. Az idős macskákkal kapcsolatban érdemes egy állatorvosi vizsgálat során például gyors teszteket elvégezni. Ez egy kisebb vérvétellel megoldható, és akkor meg lehet tudnunk azt, hogy esetleg, hogyha ez kinti macska volt, kóborló cica volt, akkor nem hordoz-e olyan fajta vírusfertőzéseket, amik lappangva a szervezetében egy immunhiányos állapotot, vagy pedig egy rosszabb ellenálló képességet okoznak. Ezáltal tudunk már arra figyelni, hogy a későbbiekben a betegségekre fogékonyabb, esetleg ez az idős állat, vagy pedig nem. Hogyha nem, akkor szintén védőoltásokkal ki lehet egészíteni egy idős macskának is a kezelését, vagy a betegség megelőzését. Hasonlóan a féreghajtás, a bolha kullancsírtás idős macskáknál is szükséges. Fontos arra odafigyelni, hogy a macskák, mivel hogy nagyon nagy területeket képesek bejárni, ezért talán az ivartalanítás fontosabb náluk, mint mondjuk a kutyáknál, akik pórázon sétálnak. Tehát a kandúr macskák, hogyha például a csapatból ő mondjuk a gyenge kandúr is mindig megverve jön haza, már a fülesebes, már a szemesebes, már a farka hiányzik, vagy ne adj Isten elüti az autó és a lábával törések vannak, érdemes az ivartalanítás. Hogyha ilyen cicát látunk, mindig a kezeléskor fel is szoktuk ajánlani, hogy már bódításban, altatásban kell kezelni, akkor egyúttal ivartalanítsuk is. A nőstény macskáknál általában a szaporulat miatt szoktuk ezt, szintén van olyan macska, aki évente kétszer, esetleg háromszor tud bemhesülni, tehát érdemes. Az örökös fialás magát az anya állatot is legyengíti, fogékonyabb lesz a betegségekre, és nagyon-nagyon sok vírus pont a kismacskákban még jobban megerősödik, és akkor a felnőtt állatokat is megbetegíti. Karmolással, verekedéssel ezek a vírusok terjednek szerte a kóbor cicák között. Az idősebb macskáknál fontos még egy tipikus megbetegedés van, a húgykövesség. Ez nőstény macskákat nagyon kis számban érint, kandúr macskákra viszont nagyon jellemző. Általában azt látják a gazdik, hogy jár az alomra, próbál pisilni, néha azt gondolják, kakilni nem tud, mert az is esetleg visszatartódhat vele együtt, de általában ilyenkor már érezzük, hogy egy nagy pattanásig feszült húgyhólyag van, kis apró húlyak, homokok alakulnak ki ilyenkor, amik az egész húgycsövet elzárják. Ennek a megoldása katéterezéssel történik, esetleg ha már előre haladott a betegség műtéttel, viszont a kezdeti stádiumban diétás táplálással meggyógyítható a betegség. Hogyha
cicával osztjuk meg az otthonunkat. Azért tudni kell, hogy nem, a cica az nem kutya. A természetük különböző, másfajta viselkedést mutatnak az ember felé, tőlünk is másfajta viselkedést várnak el, mint egy kutya. A macskák szerintem éppen annyira ragaszkodóak, tudnak utazni kocsiban, tudnak velünk jönni a nyaralásra, majd hazamenni, megismerik a nyári környezetet, megismerik az otthoni környezetet, tehát nagyon jól tudnak ehhez alkalmazkodni a családnak az életritmusához, viszont létezik olyan, hogy elhúzódik, és akkor azt szeretné, hogy ne piszkáljuk. Akkor néha van olyan cica, aki fúj például, mert nem akarja, hogy simogassuk, vagy amikor simogatjuk, akkor fogja magát és arrébb sétál. Ezt tiszteletben kell tartani, nagyon sokat szeretnek pihenni, viszont olyan is van, hogy mikor az ember hazamegy, akkor órákon keresztül csak mondja, hogy egész nap egyedül volt, és akkor igényli a simogatást, és igényli a gondoskodást, majd pedig utána újra elhúzódik, amikor kipanaszkodta magát, és pihen tovább, és a saját ritmusát éli. Én azt gondolom, hogy ez nem önfejűség, ez egy másfajta természet. Szerintem nagyon boldogan lehet macskával élni, nagyon ragaszkodók, nagyon figyelmesek, de egy picikét a természetük más, mint a kutyáké. Önök a Kölcsei Televízió állatbarát műsorát látták. Állatival legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra és kedvenceikre. Viszontlátásra!